termelési szerkezetben mi a három lábon állást tartjuk reálisnak, megújuló, annak az aránya, azt gondoljuk, hogy a villamos energia rendszer teljesítményéhez képest nem lehet 30%-nál több, mert nem lehet kiszabályozni. Rágítja a rendszer működését. Süli János tárca nélküli miniszter tájékoztató fórumot tartott Bátaszéken az iparos testület tagjainak, az atomerőmű két új blokkjának működéséről és építéséről, és felhívta a figyelmet arra is, hogy az építéshez szükséges munkaerő több mint 40%-át magyar vállalkozók adják majd. Tehát mindenképpen érdemes egymással fúzionálni a kis vállalkozásoknak, hiszen a nagyobb apparátussal rendelkező társulásokat fogják alkalmazni. Mivel Bátaszéken elsősorban kis és közepes vállalkozások működnek, hogy ők önállóan nem fognak tudni bekapcsolódni, hiszen a miniszter úr is megerősítette, hogy itt nem 10 munkaerőre, hanem több 100 munkaerőre van szükség adott szakmákban, adott ágazatokban. Tehát mindenképpen azt kell erősíteni itt Bátaszéken is, és azt gondolom, hogy mikrotérségi vagy régió szinten is, hogy csak akkor lehetnek eredményesek, és akkor tudnak ebben eredményesen bekapcsolódni, hogyha hajlandóak együttműködni, hajlandóak konzorciumi megállapodásokat kötni. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is nagyon fontosnak tartja azt, hogy az atomerőmű két új blokkjának építésében a környékben működő vállalkozások is dolgozhassanak. Horváth István azt is mondta, hogy a paksi atomerőmű nem csak az ország, de Tolna megye életében is nagyon fontos szerepet tölt be, és tudják, hogy a felnövekvő nemzedék számára is nagy lehetőségeket adhat. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen sokat kell erről beszélni, hiszen fontos az, hogy tudatosodjon mindannyiunk számára az, hogy egy komoly lehetőség van itt a közelünkben, ami a környék vállalkozóinak, a fiataloknak ad a következő évtizedekben biztos és jó jövedelmező lehetőséget és munkát, és ezt nekünk ki kell használni, és ezért örömmel vettem részt ezen a fórumon, és veszek részt minden olyanon, ami a térségemet, a Szekszárd és térségét erősíti az itt élőknek, ad lehetőséget arra, hogy jól éljenek és hosszú távon biztosítva legyenek a munkahelyek. Süli János tárca nélküli miniszter elmondta, hogy körülbelül 12 ezer ember fog csúcsidőben dolgozni az atomerőmű 5-ös és 6-os blokkján. Kiemelte, hogy van még idő jelentkezni, hiszen az érdemi munkálatok 2021. szeptemberében kezdődnek el.